Sziasztok! Ezekben a szombatokban mindegyikben olvasunk egyet fejezetet az atyák bölcs tanításaiból. Ezen a héten olvasunk az 5. fejezetet. És ebben egy olyan misnáról van szó. Négyféle természetű embert ismerünk. És akkor a misna felsorolja, és utána minősíti őket. Az első az, aki könnyen megharagszik, az baj, de mivel könnyen békül, akkor rendbe jön. Ellenkező esetben, aki nehezen haragszik, az elvileg jó, de mivel nehezen is békül, az megint az elrontja az jó, ami volt. Az érdekes az a harmadik, aki nehezen gerjed haragra, de könnyen békül, az jó természetű jámbor ember, chaszid. Még egyszer, ki az, aki chaszid, aki jámbor, aki nehezen gerjed haragra, de könnyen békül? Felmerül a kérdés. A chaszid, a jámbor ember az, aki nem haragszik egyáltalán, nem az, aki nehezen haragszik. A válasz erre az, hogy aki egyáltalán nem haragszik, az angyal. Szóval azt nem biztos, hogy el lehet várni az embertől, hogy egyáltalán ne legyen harag benne. De az a jámbor, aki nem fogadja el a helyzetet, harcol vele, igyekszik ezt rendbe tartani, igyekszik ezt irányítani, igyekszik csillapítani, akkor az a jámbor. Természetesen, aki angyal, az még magasabb, de embernek azt kell tudnia, hogy hiába ember, még mindig irányítania kell magát, és akkor egy jámbor ember lesz. Ez egy nagyon fontos tanítás erre a szombatra. Köszönöm szépen!